Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Mi várható február hónapban a vízöntő jegyében születetteknél? Ezt megnézzük ennél a jóslásnál. Ez egy általános kivetés, de megvan arra a lehetőség, hogy kérj tőlem egy havi jóslást, akkor az személyes. A díjam 4000 forint. És most megnézzük, hogy mit mutatnak a kártyák. Ha te egy hölgy vagy, akkor itt vagy látható. Ez a férfi utal a férfiakra, vagy jelenti a lelki társadat. A fejetek fölött lévő kártyák utalnak a gondolatokra. De itt te az első sorban vagy, nincs fölötted kártya, az jelenti az zárkózottságodat, nem engedett meg, hogy mások bele pillantsanak a te gondolataidba, terveidbe. A férfi feje fölött megjelenik a horgony, és az jelenti a biztonság érzetét, ahol le tud horgonyozni, ez lehet a párkapcsolat is. A horgony gyakran jelenti a munkát meg a hivatást. Itt a medve jelentheti az ő élet erejét, vagy egy szemét, akinek szava van, ez lehet a főnöke is, lehet, hogy ezek a témák is foglalkoztatják őt. És most megnézzük az egyes heteket. Első hét február hónapban itt felül látható. A gyermek jelenthet egy új kezdetet. A háttérben a csónak szimbolizálja a reményt vagy az utazásokat. Ezek lehetnek külföldi kapcsolatok. Ez a ház jelentheti valaminek a kiépítését, és itt a virágcsokor az lehet egy kreatív tevékenység. Az is előfordulhat, hogy valamit megszépítesz az otthonodban, vagy hogy vannak külföldi kapcsolatok, valaki meghív téged, vagy valaki meglátogat, és átnyújtja számodra ezt a virágcsokrot, és az lehet egy ajándék is. A koporsó az jelenthet egy örökösödési ügyet, ahol lehet, hogy ez a ház vagy egy lakás az az örökség, amit megkapsz, amit ez a kártya még jelenthet régi témák. Lehet, hogy egy régi barátság visszatér hozzád. Vagy a koporsó le tud zárni bizonyos dolgokat, vagy bizonyos kapcsolatokat. Amit a koporsó még jelent, amikor nem mennek előre a dolgok, semmi nem változik, de ez az időszak elmúlik, hiszen a koporsó alatt itt vannak az egerek, és ahol az egerek megjelennek, felfalnak valamit, és akkor az nincs már ott. Mivel a koporsót eltávolítják az egerek, lesz egy szerencsés fordulat, de ez eltarthat április hónapig. Ami fontos, a biztonság érzete, a munka, a hivatás, itt lesz egy jó hír, itt tisztázódik valami, vagy ez a levél jelenthet szerződéseket is. Ebben az esetben a ház utalhat arra, hogy szeretnél valamit kiépíteni, és ez egy magáncég, egy magánvállalkozás is lehet. Lesz szerencséd, meg tudod oldani, lesznek szerződések. Második hét, február hónapban itt látható. A kígyó az jelentheti a gyógyító erőt, vagy a megújulásokat, a változásokat, de itt még valami átláthatatlan, hiszen megjelenik a felhő, és vannak még akadályok, ezt jelenti ez a hegyvidék. Amit a kígyó még jelenthet, egy hölgy itt a környezetedben, vagy ez a hölgy közeledik hozzád. Tulajdonképpen itt lehet két különböző látogatás, az egyiknél itt van a virágcsokor, tehát jó indulatú,
Viszont ez a hölgy, ha figyel téged, vagy meg akar látogatni téged, itt lesznek viták, veszekedések, nézeteltérések. Az is lehet, hogy a kígyó egészségügyi témákra utal, és például ezen a területen dolgozol, akkor a munkahelyen vannak nehézségek, viták, valami még átláthatatlan, de itt az egerek segíteni fognak a nehézségeket eltávolítani. Ez a könyv jelentheti a tudásodat, vagy egy továbbképzést, itt van az életerő, a főnököt segít ebben. A könyv jelentheti az önnyitottságát is, ami erőt ad számodra. Itt a hold lehet az anyukád vagy anyai érzelme, de jelenti az álmokat, a vágyakat, az elképzeléseket is, és itt vannak tiszta érzelmek, tiszta tervek, gondolatok. Harmadik hét, február hónapban itt látható a félreértések, a viták, veszekedések leszárulnak, hiszen ezzel a kulccsal le tudod zárni ezeket az eseményeket vagy kapcsolatokat. Ez a kártya, ez jelenti a fát, és ennek van gyógyító ereje. Ha eddig betegített téged valami, akkor itt lesznek változások. Ezt jelenti a gólya, és itt a kereszt, amikor sors utak kereszteződnek, vagy jelenti a döntéseket, hiszen elérkeztek itt az élet utatokon, te is, ez a férfi is, ehhez a kereszteződéshez, és elgondolkoztok azon, hogyan tovább, milyen irányba. Itt láthatóak a változások, ez a férfi hozza a döntéseket, itt van a szeretet, a szerelem, és a kutya jelenteti a házi állatokat, de jelenti a barátságokat, vagy a hűséget is. Utolsó hét, február hónapban, itt látható. Ez a torony jelentheti a te nagyságodat, és itt a nyilvánosságon ezt ki tudod mutatni. A torony jelentheti azt is, hogy szeretnél valamit megnagyobbítani. Vagy lehet egy nagy épület, iskola, kórház, hivatal, vagy egy bírósági ügy. Itt kiderül az igazság, megjelenik a nyilvánosság, lesznek beszélgetések, és az utak jelentik a döntéseket, vagy valami útba van hozzád. Itt vannak a kapcsolatok, vagy valaki visszatér hozzád a múltból. Ez a kártya jelenti a csillagokat, ami szerencsét hoz, azt is jelenti, hogy minden úgy lesz, ahogy a csillagképekben ez meg van írva. Itt a nap jelenti a fellépésedet, a kisugárzásodat, a vonzó erőt kettőtök között, azon kívül láthatóvá tesz valamit. Például a halakat, ami jelenti az anyagiakat, vagy a belső értékeket, hogy te értékes vagy számára, vagy fordítva, ő értékes számodra. És ez volt a havi jóslás. Kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dender Rák!